fájóvereség után remélem, hogy a pihenő nekik jól fog jönni. Igazándiból csak arra kell rájönnünk, hogy ha nem küzdünk rendesen, és nem próbálunk meg csapatként játszani, akkor nehéz lesz mérkőzéseket nyerni. I do think maybe for some of the younger guys, Christmas is a great time of the year, and it still is a lot of fun as you get older. But you just have to learn how to deal with, the holidays and how to still do your job. Because at the end of the day, we're professional hockey players, and there's no excuses if you don't do your job, whether it's the day after Christmas or whenever it is. We have to be ready. Egyszer találkoztunk velük a szezonban, az a pályán még akkor. Szorosnak mondható, de ugye nem tudtuk megnyerni a mérkőzést. Előttünk vannak a tabellán, hogyha szeretnénk őket utolérni, akkor remek alkalom arra, hogy megverjük őket. We have to work harder, battle a little bit more in the corners, and like I said, take care of the D zone a little bit better. Gaming on coming up, they're right ahead of us in the standings. They're hungry for points, we're hungry for points. It's going to be a really competitive game. I guess they're a bit of a rival of ours, being just 45 minutes away. So I'm expecting a good game. No excuses because it's right after Christmas. 3 points counts as 3 points, whether it's now or if it's beginning or end of the season. Küzdeni kell egészen addig, ameddig csak lehet, és ki lehet kapni, de akkor is mindent meg kell tennünk azért, hogy megadjuk legalább az esélyt magunknak arra, hogy esetleg pontot szerezzünk egy mérkőzésen.